Issuk meg Bibliánkat, testvéreim, és lapozzunk a János evangéliumához, és az első fejezetből olvassunk ígét, János evangéliuma első fejezetéből a 6., 7. és a 8. verseket olvassuk el. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött bizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Keresztelő Jánosról van szó. Őt hívta az Úr, küldte el az ő népéhez, hogy azt a mennyei világosságot képviselje, hirdesse, amit kapott, mind szélesebb és szélesebb körben. Testvérem, mindig voltak Istennek szolgái, kezdettől fogva, bűnbesés után azonnal először Isten személyesen kereste meg az első emberpárt. Aztán szaporodtak az emberek a földön is, Isten elhívott egy-egy embert, hogy az ő üzenetét képviseljék, elmondják az ő akaratát, feltárják az, hogy mi Istennek a célja. És most itt van ez a János, akit úgy ismerünk, hogy keresztelő János. Őt küldte el az Isten az ő népéhez. Mennyei világosságot árasztani. És hogy elmondja mi Istennek a kívánsága az ő népe számára. Hisz Istennek kezdettől fogva az volt a célja, hogy mindenki higgyen, ahogy olvastuk is, ő általa már, mint a küldött által, mint eszköz Istenhez vezesse az embereket. Ki ez a János? Föltetnénk a kérdést. Jó, ha megismerjük ezt a Jánost, akiről szó van. Ugyancsak itt a János evangéliumában, az első fejezetben a 22. 23. verset olvassuk. Mondának néki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Mondta, én kiáltószó vagyok a pusztában, egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ésaiás próféta. Ésaiásra hivatkozik? Érdekes, ugye? Igen. Tehát keresztelő Jánosnak híre ment. Hirdette az Isten időszerű üzenetét. És hát voltak, akik kíváncsiak voltak arra, hogy ő maga mondja meg, hogy ki ő. Nagyon sok hír terjedt felőle, kétségtelen, egyértelmű. Hosszú évek óta nincs próféta Izraelben, évszázadok óta nincs prófétája a népnek. És nagyon alázatosan válaszol ez a János, én kiáltó szó vagyok. Isten küldöttei mindig kiáltó szó szerepét töltik be a pusztában, teszi hozzá. Hát hogyan értsük azt, hogy emberek között van a küldött, Isten küldötte, a próféta, és mégis a pusztában. Hát egyféleképpen. Az emberi szívek olyan, mint a puszta. Kietlen, száraz. És munkálkodni kell, hogy ne legyen olyan. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó,
hogy az emberek eltávolodva Istentől megkeményednek, rideggé válnak, érzéketlenek az isteni szó iránt. És szükség van arra, hogy valaki az embereket Istenhez próbálja vezetni. Egyengetni kell ezt az utat. És én azért jöttem, mondja Keresztelő János, hogy én ezt cselekedjem. És amint említettem, Ésaiás prófétára hivatkozik. Hát minden időben így van. Ma is bizony az emberi szívek nem hajlanak, vagy nehezen hajlanak az Isten igazságát meghallgatni, megérteni, arra hullámhosszra ráállni. Ésaiás korában is, akkor is. Csodálkozunk azon, hogy nagyon kevesen keresik az Istent. Nagy ívben elkerülik azt a helyet, ahol Istenről van szó. Isten igazságát hirdetik. Bibliáról beszélnek. De meg kell mondani, bizony, sajnos ez egy természetes jelenség. Nem csak abban az időben volt igaz, amikor Keresztelő János föllépett, jóval előbb, nem véletlen hivatkozik Ésaiásra, és ma is így van. A mi feladatunk az, hogy elmondjuk ezt Istennek, aki tehet erről, aki igenis az emberi szíveket érintheti, az emberi gondolkodást formálhatja, alakíthatja, és bízni kell abban, hogy az emberek közeledhetnek Istenhez, és aztán elfogadhatják magát, az örökkélevői Istent, az ő üzenetét. Máté evangélium a harmadik fejezetéhez lapozzunk, és lássuk ott a negyedik verset. Jánosról van itt is szó. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőrőből volt vala dereka körül, jelesége pedig sáska és erdei méz. Hát különleges ember lehetett ez a Keresztelő János. Nem tudom, gondolkoztunk-e már ezen, amikor olvastuk ezt az ígét, és megálltunk így egy kicsit. Tevesző ruhája volt. Jó minőségű. Mondjuk így mai szóval öltönye volt. És bőröv, nem holmi, mai szóval élve, divat szerint mű, hát övvel volt körülkötve, vagy valamilyen keresetlen módon. Nem, hanem egy elegáns ember lehetett, higgyük el. Én legalábbis annak tekintem őt. Tehát az ő külleme is az emberek számára egy olyan beszédes jelenséggé vált. Válhatott ő. És aztán látjuk a táplálékát is, megemlít itt az ige. Valószínű nem csak erdélyi mézet is, amiképpen olvassuk, sáskát evett, de ez volt a fő eledele. Egyszerűen élt, és minden vonatkozásban, tehát föllépésével, külemével, élet gyakorlatával valahogy az emberek figyelmét felkeltette. Aztán lássuk tovább az igét. A harmadik fejezetben, ugyancsak Máté evangéliumában a második vers hogyan hangzik? Az ő prédikációjáról van itt szó. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Nagyon rövid. Szinte dióhéjban van összefoglalva az ő mondani valójának a lényege. Egész biztos nem csak ennyit kiabált szerte, ott, ahol megjelent a Jordán vidékén, hanem sokkal többet beszélt. Hadd mondjam újra, ez volt a lényege. Ember, térj meg! És megindokolta azt is, hogy miért kell megtérni.
valóban prófétai üzenet ez, higgyük el. Mert minden időben igaz. Ma is igaz. Legfőbb célunk, hogy térjünk Istenhez. Az indok, mert elközelített az az ország. Itt van, a küszöbön van. És így prédikáltó ő, 5.-6. vers. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő által a Jordán vizében vallást tevén az ő bűneikről. Nagy hatású ember lehetett. Keresztelő János. Örömmel mentek oda hozzá, hogy meghallgassák az ő üzenetét. Tódult ki Jeruzsálem, hogy olvassuk, egész Júdea. Még tovább, Jordán környék. És megkeresztelkedtek általa. A Jordán vizében, mindenhol keresztelt ő, ahol volt arra alkalmas víz. És mi a lényeg? Bűnbánó szívvel mentek oda. Mielőtt valaki keresztséget vesz, bizony bűnbánó szívvel kell az ő urához és az ő Istenéhez fordulni. Alapvető fontosságú ez. Térj meg, közel van Isten országa, tégy bűnvallomást, és aztán keresztelkedj meg, mondja ez a János. És hadd mondjam ismét, erre van ma is szüksége minden embernek. Bizony nagyon sokszor meg kell nékünk térni azokból a hiányosságokból, szerzett vagy örökölt bűneinkből, amik újra és újra talán erőt akarnak venni, vagy zsákmányt szerezni bennünk. Nagyon sok hasonlóság van Keresztelő János szolgálata és az adventi nép szolgálata között. Mi sem mondhatunk mást, csak azt, amit Keresztelő János mondott. Jézus is így prédikál? Hát igen. Az apostolok is? Igen. Ezzel a rövid mennyei üzenettel szólíthatjuk meg embertársainkat. Megossza az ige nyilván az embereket. Van, akik örömmel fogadják, van, akik visszutasítják, van, akik elgondolkoznak, de egy biztos, ahol Isten szava hangzik, ott az embereknek állást kell foglalni. Lehet egy darabig semlegesnek lenni, de állást kell foglalni elébb-utóbb. Úgyhogy igen mondok rá, vagy nemet mondok rá. A Lukács evangélium a 3. fejezetében pedig a következőket olvashatjuk. Lapozzunk Lukács evangélium a 3. fejezetéhez. 8. verstől. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrám, ami atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszhat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávetetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatok és tűzre vettetik. És megkérde őt a sokaság, mondván, mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvén mondanékik, akinek 2 köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van, eledele, hasonlóképp cselekedjék. Eljövőjének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjen, és mondának néki, Mester, mit cselekedjünk?
Ő pedig mondané ki, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondanékik, senkit se háborgassatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. A társadalom különböző rétegeiről van itt szó, akik hallgatják Keresztelő Jánosnak az üzenetét. Jelen van az egész ország népe, mondhatnánk így a társadalmi rétegeződések által. És látjuk azt, hogy egy a tömegből azt kérdezi tőle, hogy mit cselekedjünk. Aztán van egy vámszedő, aki a vámszedőket képviseli, fölteszi a kérdést, mond, mit cselekedjünk. Aztán a katonák is jönnek. Egy katona, mit cselekedjünk? És mit mond? Adj. Adjál. Lásd meg az emberek szükségleteit. Legfőképpen éli békében embertársaiddal. Mert ha békében tudunk élni, akkor egész biztos szeretet költözik a mi házunkba, házunk környékére. És Jézus azt akarja ma is, hogy az ő népe, az ő gyermekei, igenis ezt az üzenetet fogadják el, amit Keresztelő János elmondott. És ha érinti a mi szívünket, mint ahogy ott nagyon sokak szívét érintette, akkor mi föltesszük a kérdést, hogy mit cselekedjünk. Vagy később, amikor a Szentlélek kitöltetett a tanítványokra, és Péter János kiment ott Jeruzsálembe, nagy beszédet tartottak, tudjuk. Nagyon sokan hallgatták. Föltették a kérdést, szinte ugyanezt. Mondd meg, mit cselekedjünk. Mit mondott Péter? Térjetek meg, keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevére, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Igen, mert a Szentlélek vezetni akar, elvezetni mindannyiunkat Jézus Krisztushoz. Azt akarja, hogy ő legyen a mi mindenünk. És ezt fel kell ismerni. Azt látjuk tehát, testvéreim, hogy Keresztelő János prédikációja nyomán szent félelem fogta el az embereket. Szent nyugtalanság ébredt az emberek szívében. És el kell mondani, ott jön létre szent nyugtalanság, ahol Isten igéjét szólják. Mert elhat szíveknek és a velőknek megoszlásáig, ahogy idézhetjük az ígét, ami számunkra. Izrael fiai már nagyon régen hallottak olyan prófétát, mint amilyen Keresztelő János volt. Nagyon sokan bizonyára felkiáltottak, végre itt van ez az ember, aki merészen, bátran szól, a régi próféták hangján szól, aki meri ostorozni Izrael népét, Izrael fiait. Gondoljuk csak el, évszázadokig nincs próféta. Malakiás az utolsó próféta. Mintha Isten megfeledkezett volna népéről. Hát Isten sohasem feledkezik meg az emberről, higgyük el. Engedi sokszor az embert,
maga útján haladni. De nem úgy, hogy elforduljon az embertől. Elmúlt rendszerben sokat hallottuk azt, hogy mondták újra és újra, hogy legfőbb érték az ember. Mindannyian tudjuk, hogy nem úgy volt, hamis dogma volt. Istennek igenis legfőbb érték az ember. Mivel lehet lemérni ezt? Mi hirdeti? Mi igazolja azt, hogy Istennek az ember a legértékesebb? Hát a kereszt. A Golgota keresztje. Mert Jézus azonosulni tudott, meg tud velünk. Ez egy bátorító üzenet. Ő vállal bennünket ma is. Tudjuk, hogy hol szolgál. Elvállalta a kereszt kínjait, bűneinkért meghalt, feláldozta önmagát szeretetből, de nem maradt ott a többi halottak között, hanem föltámadt. Ez a győzelem üzenete. Jézus Krisztus igenis győzött mennyen és földön. Legyőzte a bűnt, a bűn okozóját, lehetőséget teremt arra, hogy nekünk igenis legyen reménységünk. Miénk legyen a menny. Mondjuk azt, hogy a miénk is. És adott időben mi elfoglalhatjuk ott a helyet, amelyet Jézus készít. Hát igen. Ő maga mondta tanítványainak, a mai tanítványoknak is mondja, elmegyek azzal a céllal, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd kész lesz a hely, akkor ismét visszajövök, ti érettetek. János bűnbánatra szorította fel tehát az ő hallgatóságát. Így akarta Isten kegyelméből visszavezetni a népet ahhoz a világossághoz, amelyet Isten jelent a mi számunkra, mindenkor embere számára. A 84. Zsoltárból olvassunk el egy verset, 84. Zsoltárnak a 12. versét, amely a következőképpen hangzik. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Ez is bátorítás, ez az ige. Gondol ránk az Úr minden percben. Kegyelmet, dicsőséget akar adni, jót. De van feltétel. Élj ártatlanul. Nagyon sokan az olcsó kegyelmet vallják. Elég hinni. Elég hallelujázni. Mert Isten megbocsájt mindenkinek. Isten mindenkit szeret, és ő meg tud bocsájtani. Hát igaz, az, hogy meg tud bocsájtani, az is igaz, hogy mindenkit szeret. De mi a feltétel? Az, hogy térj meg. Tégy bűnvallomást. Akkor tied Isten minden gazdagsága. Vannak, akik azt mondják, hogy még az ördögök is kegyelmet nyernek. Alig ha. Mert az ő sorsuk már eldőlt, tudjuk nagyon jól. Sátán sorsa, társainak a sorsa végleg megpecsételődött. Van még idejük saját munkájuk betetőzésére. De Isten azt akarja, hogy mi igenis megtegyük a magunk részéről azt, amit meg kell tenni. Keresztül János nem olcsó kegyelmet hirdetett. Elmondta, mire van szükség. És
amit akkor mondott, azóta is igaz. Az olcsó kegyelem nagyon sok embert becsapott már, nagyon sok embert tönkretett, vagy még tönkre is tehet. A megtérés, bűnvallomás, bűnelhagyás, az igazi Krisztushoz való fordulás, mert Krisztus vezetni akar bennünket. Hogyan szólt keresztül János? Az ő alázatosságáról egy igei verset hallgassuk meg a János evangélium a 3. fejezetéből, és hogyan szól a 30. vers? Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Csodálatos felismerés. Csodálatos megalázkodás. Csodálatos szerénység. Kinek kell növekednie? Jézus Krisztusnak. És nekem alább szállanom. Tudni kell alább szállni. Tudunk alászállani? Meg kell tanulni. Helyet kell adni a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztusnak. Főhelyet kell neki átadni. Ő meg tudta tenni. Ő volt az, amikor az Úr Jézus hozzáment, hogy megkeresztelkedjen. Hogyan mutatta be? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És Jézus azt mondta, hogy asszonyoktól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. Valóban így van. De ő tudott alászállani, átadni a helyet Jézusnak. Tudta, hogy ő szolgálatának vége szakad. És jön az, aki nem vízzel keresztel, hanem szent lélekkel keresztel. És valóban aktuális kérdés újra és újra, hogy mi tudjuk-e ezt a keresztelő jánosi példát követni, vagy mennyire tudjuk, vagy gondoltunk-e már arra, hogy igenis, ami szívünk, ajánljuk fel Jézusnak, újra és újra, nap mint nap. János nagy felelősséget érzett az ő szolgálatáért. Tudott példás lenni. Jézusra mutatott, ahogy mondottuk, Isten bárányára, mert Jézus az igazi bárány. Ő volt az, akire az ószövetségi templomi szertartások rámutattak, előre mutattak. Mindenféle áldozati szertartás, mely Jézus haláláig érvényben volt, aztán már nem, Jézusra mutatott, arra az igazi bárányra, aki eljön. Kegyelmet osztani, és aki Isten szeretetét be tudja mutatni az emberek számára. Lapozunk a apostolok cselekedete 4. fejezetéhez. Tizenkettedik verstől olvassuk, és nincsen senkiben másban üdvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Tovább olvassuk a ígét. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek csodálkoznak vala,
meg is ismerik őket, hogy a Jézussal voltak vala. Aztán a 16. verstől, mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csodalőn általok, mindazoknak, akik Jeruzsálemben laknak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között fenyegetéssel is, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Azért beszólítván őket, megparancsolják nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondának nékik, vajon igaz dologé Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg, mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Ha előbb olvasnánk a történetet az előző fejezetben, a sánta meggyógyításáról van szó. Hatalmas tett volt. Egy ember születésétől kezdve béna. Jézus nevében meggyógyul. Híre megy az egész városban. És látjuk, ezeket az apostolokat felelősségre vonják. Jézus nevéről szólnak, Jézus nevében cselekednek. Mit cselekedjünk? Híre van. Megfenyegessük. Ne tegyétek. És látjuk Péter és János milyen bátor, milyen nagyszerűen, példásan, alázatosan, értelmesen válaszol. Igaz dologé Isten előtt rátok hallgatnunk. Hogy nem inkább, hogy Istenre. Ítéljétek meg ti. Méltó válasz. Nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokról ne beszéljünk. Hát így van ez, testvéreim. Szólni Jézusról, tetteiről, tegyük bátran. Az ellenség az nem tud mit tenni az ilyen bátor kiállás után. Vereséget szenved. Nékünk naponta szükségünk van, testvéreim, a mi Urunkra, a mi Istenünkre, Jézus Krisztusra. És bizonyítani kell, mint hogy ők is tették, hogy Jézussal voltak. Megismerjék őket. 13. versben, ahogy olvastuk. Szavaik, viselkedéseik, tetteik bizony erről árulkodtak. Hogyan énekeltük mi a kezdőéneket, 206-os éneket? A lábnyomomban járjatok, én szólok így a Mester, felti földi vándorok, és félre minden bűnnel. Kezdődik az első versszaka ennek a 206-os éneknek. És mennyire igazat mond ez az ének. Én példaképtek vagyok, az életem világít. És a harmadik vers. Mi szívetekben kár tehet, a bűnt mind elhagyjátok. Üzenet van ebben az énekben. Az az üzenet van benne, ami a Szentírásban, amit keresztül János is prédikált. Gondolkozzunk el mindezeken. És legyen példa számunkra ez a János. És mi is legyünk olyan bátrak, mint amilyen ő volt, vagy mint később az apostolok, amikor szükség volt a kiállásra, a helytállásra, akkor bátran vállalták. Ehhez segítsen bennünket, ami szerető Istenünk az ő kegyelméből. Amen.